somebody have to just choose to be at peace or choose to be happy without depending on things outside of ourselves. Tehát általában csak úgy kell döntenünk, hogy békések leszünk és boldogak, és akkor tőlünk függetlenül meg fog jönni az összes többi dolog. That could be people or that could be material things. Lehet, hogy új emberek jönnek, de lehet, hogy új dolgok az életünkben. Okay. So I want you to please be sure that next time that you are concentrating on this, or you are thinking I'm lacking, or my shoes are broken, or I need this, or I need that, remember that takes you off present. You are not at zero. Azt szeretném, hogyha legközelebb, amikor arra koncentráltok, hogy nincsen elég szeretet az életetekben, vagy valami hiányzik, nem tetszik nektek a cipőtök, akkor ez azt jelenti, hogy nem vagytok a jelenben. If you are wanting something, you are not at zero. In the present, you always have everything you need. Amikor valamit akarsz, amikor valamire vágysz, akkor nem a zéró állapotában vagy. A zéróban, a jelen pillanatban mindened megvan, amire szükséged van. If you are happy and you are at peace, you are at zero. Hogyha boldog vagy és békés vagy, akkor a zéró állapotban. Everything that is right and perfect just comes to you. És minden az, ami jó neked és tökéletes, az megérkezik. So sometimes you can ask yourself, what am I focusing on? Néha majd megkérdezheted magadtól, hogy mire összpontosítasz igazán. When your goal should be just to be happy. Miközben a célodnak csak annak kell lennie, hogy boldog legyél. Especially as parents. Yeah, főleg szülőként. Because we are the example for our children. Hiszen mi mutatunk példát a gyerekeinknek. They observe us, they don't listen. Ők folyamatosan megfigyelnek minket, és nem arra figyelnek, amit mondunk. So we don't have to be perfect professional, we don't have to be perfect parent, we just need to be happy. Tehát nem kell tökéleteseknek lennünk a szakmánkban, vagy a szülőségben, csak boldognak kell lennünk. And we all took bad decisions. In our life. És mindannyian hoztunk rossz döntéseket az életünk során. But yesterday I told you I was going to tell you other part of the story with my mother, yes? Tegnap biztos emlékeztek, hogy elfelejtettem volna egy másik részét is mondani az édesanyámmal kapcsolatos történetnek. So this was another great lesson for me. Amely számomra egy másik nagyon jó lecke volt. Because my mother used to put attention into material things. Mert az édesanyám nagyon sok jelentőséget tulajdonított a materiális dolgoknak. So remember I told you that my mother chose by my influence to cremation, yes? Tehát emlékeztek, mondtam tegnap, hogy az édesanyám az én kis hatásomra úgy döntött, hogy azt szeretné, hogyha elhangoztanám. And she asked that we spread the ashes in Mar del Plata, that is like 6 hours from Buenos Aires. És hogy végül azt kérte, hogy Buenos Airestől 6 órányira egy tengerparton szórjuk szét a hamvait. So when I went back to Argentina in June to give the seminars, I used to go every June to be for her birthday. Amikor idén júniusban visszamentem Argentínába, hogy egy szemináriumot tartsak, akkor a következő történt. Általában minden évben visszamegyek. Visszamentem Argentinába a születésnapjára. So this is the first time I come back that my mother is not there. Ez volt az első alkalom, hogy úgy mentem vissza júniusban, hogy az édesanyám már nem él. And I called my sister to see what they did with the ashes. We never talk about it. És felhívtam a testvéremet, hogy mi történt a édesanyánk hamvaival. By the way, my sister had to go to a Catholic cemetery for the cremation because we couldn't do it in the Jewish one. És a testvéremnek egy katolikus temetőbe kellett elmennie a hamvasztás miatt, hiszen nem mehetett zsidó temetőbe. Okay, so they tell me that they were waiting for me. És akkor elmondták nekem, hogy eddig rám vártak. That they thought of going her birthday, but I was having a training that day. Hogy eredetileg arra gondoltak, hogy majd az édesanyánk születésnapján mennek el a tengerpartra, de akkor én a tréninget tartottam. So I wasn't fixed into if I had to go to Mar del Plata or not, or what we were going to do. And I told my sister, okay, I said, let me see how I can arrange my schedule. Tehát nem volt így előre leszervezve, hogy én megyek velük, vagy hogy mikor megyünk, és amikor ezt hallottam, akkor azt mondtam a testvéremnek, hogy akkor megnézem, hogy át tudom-e alakítani a beosztásomat. So I went for 2 weeks to Buenos Aires, so I had a free week, kind of.
Tehát két hétre mentem Buenos Airesbe, ami azt jelentette, hogy végülis volt egy szabad hetem. So I said, I'm gonna go to the movies, I'm gonna go to the theater, yeah, I have a weekend off. És akkor azt gondoltam, hogy akkor majd elmegyek moziba, a színházba, hiszen végre van egy kis szabad időm. So I asked my organizer, I said, okay, buy tickets, you know, for the movies. Akkor megkértem a nekem dolgozó szervezőt, hogy vegyen nekem mozi jegyet. We go to the movies and the movie where is happening, the movie, in Margarita. És akkor elmentem a moziba, és az a film, amit kiválasztottam, amit néztem, az ott játszódott ezen a tengerparton. And then we speak with my organizer and I said, okay, let's buy tickets for the theater tomorrow. És arra is emlékszem, amikor megkértem a szervezőmet, hogy vegyen nekem két színház jegyet. And she says, you know, Mabel, what happened when I went in the internet to buy the ticket? A question came up on the screen. It says, are you sure you want to go to Mar del Plata? és akkor a szervezőm azt mondta nekem, hogy tudod, mi történt Mabel, amikor felmentem a netre, hogy megvegyem a színház jegyeket, akkor feljött egy kérdés a képernyőn, hogy biztos vagy benne, hogy el szeretnél menni erre tekerpartra. Mire azt mondtam a Laurának, hogy szerintem ez az édesanyám kérdése. So I'm in the theater in Buenos Aires, Saturday night. Tehát ott vagyok a színházban, szombat este. And I'm having a conversation, mentally. És belső párbeszédet folytatok magammal. I said, Mom, I need a third son. I need a confirmation. If I have to go to Mar del Plata, I'll go to Mar del Plata. But I need a confirmation, you know, a son. Azt mondtam, hogy anya, nekem egy jelre van szükségem. Tudom, hogy ha el akarok menni erre a tengerpartra, akkor el kell mennem, de kell egy jel. So I go back to the apartment that I was renting in Buenos Aires. Visszamentem a lakásba, amit béreltem. And I put the TV on. Bekapcsoltam a TV-t. Those channels that show movies or programs when I was young. The ones that I used to watch. Olyan TV műsorok mentek a TV-ben, amelyeket kiskoromban néztem. Where is the movie? És hol játszódott az aktuális program? I started laughing. Úgyhogy elkezdtem nevetni. I said, Mom, you are not here, you are still directing. But you know what we need to do. És akkor mondtam, hogy anya még mindig irányítasz azzal, hogy mit kell csinálnom és hova kell mennem. Well, it was a beautiful trip that we did with my oldest sister, my niece and her husband. Ez egy nagyon jó kis út volt a nővéremmel, az unokahúgommal és az ő férjével. And things happened, it was beautiful. But the thing is, when we threw the things, I had the idea of throwing with the box, you know, let's put it with the box, yeah, everything. És dolgok történtek az út során, minden nagyon csodás volt, amikor én elképzeltem, akkor azt képzeltem, hogy én szórom szét a hangokat. So suddenly, and it's a story, because we ended up opening and then closing it, interesting. És a hangok egy dobozban voltak, csak minden történt, egyszer kinyitottuk a dobozt, aztán bezártuk, sok érdekes dolog. But suddenly we look in the ocean, hirtelen, and we see the box completely open and just surfing. You know, and I felt as if that is my mother, because she loved the ocean and she loved to play with the waves and everything. I said, that's my mother having great fun, being free finally. The box where they put the ashes. És egyszer csak megláttuk a dobozt az óceán felszínén, ahogy így hullámzott a tengerrel, és akkor az volt a gondolatom, hogy ez az édesanyám, hiszen ő mindig nagyon szerette az óceánt és úszni. But this is what I thought. I said, she left with nothing. De a következő gondolatom az volt, hogy úgy ment el, hogy semmit nem vitt magával. I know I told you this yesterday. Emlékeztek, ezt mondtam nektek tegnap. But we put attention and we put a lot of energy and we invest a lot of time on things that we don't take. Tehát nagyon sok energiát és időt fektetünk be, hogy felhalmozzuk dolgokat, amelyeket aztán nem viszünk magunkkal. We just take our experiences. Csak az élményeinket visszük magunkkal. Yeah. That's what we need to invest in, the experiences. És ezekbe kell belefektetni. Yeah. And it's important. It's the same as death, yeah? It takes us of important things. It takes us of present, of being able to enjoy. És ez nagyon fontos, hogy ezekre koncentráljunk, mert minden más kivisz minket, eltávolít minket a jelenből és azoktól a dolgoktól, amelyeket élvezünk. So I'm gonna tell you something personal that I just realized. Akkor most szeretnék megosztani valami személyeset, amire most jöttem rá. Maybe a month ago. Körülbelül egy hónapja. I always
tell you that I used to pay a lot of attention to what people thought of me or what people thought it was right or wrong. Mindig elmondom, hogy én nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy mások mit gondoltak rólam, illetve hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a jó és a rossz. What other people thought, you know, or other people's opinion, it was very important in my life. Azt, hogy mit gondoltak mások, mi volt a véleményük, az számomra nagyon fontos volt az életem során. So I live a lot for what other people or pleasing people. Hát nagyon sokáig azért éltem, hogy másokat boldoggá tegyek. And I remember even my mother telling me, look, before I, when I was an accountant, okay, not now. És emlékszem arra, hogy mit mondott nekem édesanyám, még akkor, amikor könyvelő voltam. My mother used to tell me, see what people say about you. Like, you know, she could see that I didn't believe it. That she would say, see what people say about you. És mindig elmondta nekem, hogy emlékezzek azokra a kedves dolgokra, amelyeket mások mondanak rólam, azokra a jó dolgokra. Yeah, so many times I kind of look at her like, yeah, what? Okay, great. Nagyon sokszor azt mondtam, hogy okay, rendben, és? But I remember that one time, maybe I was a little bit more awakened. De emlékszem egy alkalomra, amikor lehet, hogy egy kicsit jobban ébren voltam, mint máskor. And I told my mother, but it doesn't get here. Akkor azt mondtam, hogy de ez nem jut el idáig, idebe. So everything was superficial, what other people thought of me, even if they thought good. Minden csak a felszínen volt, nem érkezett meg hozzá, még akkor is, hogyha jó dolgokat gondoltak mások rólam.